Sziasztok! A mai videóban Lego kórházat fogunk bemutatni, amit mi építettünk ketten anyával. De nem az eredeti Lego kórház, amit nem olyan rég már bemutattunk, hanem ez egy átépített változata ennek a kórháznak, és szeretnénk bemutatni, lehet, hogy csinálunk is egy ilyen sorozatot nektek, hogy a már meglevő készleteket is hogyan lehet átvariálni. Lehet, hogy a következő az a... Lehet az a házam, tudod? Olyan is lehet, vagy a vár, amelyiket szeretnél. Vagy a tűzoltóság. Az első, amit megmutatom nektek, ezt Oliver építette. Ezt egyedül én. Igen, ez egyedül Oliver munkája. Úgyhogy te is mutasd be, hogy mi ez. Hát kb. Ez az egész kis kórház. Az egész kis kórház egy kis üveg. Itt dísznek tettem egy kis virágot, meg egy ilyen kis fapadot. Itt lehet bemenni, csak kilincset elfelejtettem neki csinálni. Mit csinál? Kilincset elfelejtettem neki csinálni. Nem baj, szerintem ki lehet nyitni. Igen, itt bent volt egy hordágy. Igen, az kiesett és kivettem, és elfelejtettem visszarakni, de ott volt egy hordágy. Oda érkezik a mentő, és oda teszi le a beteget? Igen. Azért volt a hordágy? Itt van fönt egy virág, mert nem fér be más. Ja, csak egy olyan kis... Itt van, ide leszállhat a repülő, mentőhelikopter, és itt van a kórházjára. Igen, ott a... És ide tettem egy ilyen kis... Ugye ez a matricás rész volt, igen, mert ugye az eredeti kórházban volt egy ilyen gyerekjátszó sarok, és akkor ilyen matricák voltak rajta. Most utassuk meg a mentőautómat, hogy építettem. Épített hozzá Oliver egy ilyen beállót is. Ez meg a portaszolgálat hozzá. Igen. Ideálba a portás, amikor kiengedi a mentőautót meg. Beengedi. Na, mit kell tudni erről a mentőautóról? Hát... Ez is a te saját tervezésed. Fura módon van szárnya. És tud is repülni? Igen. Egyensége. És még egy kis zöld rutyi is volt belőle. ez a mentőautó tulajdonsága. Ott ül bent a néni. És itt le lehet szenni a tetejét. Ide be lehet tenni a beteget. Igen. Így, megmutatom. Ott fekszik benne a beteg. Csak kár, hogy nem fér be ide egy hordágy. És akkor így rá is látja a teteje. Már úgy terveznéd, hogy hordágy is beférjen? Más kultáron van. Ja. És így. Igen, és akkor így. Megy, és akár mentőhelikopter is lehet, és leszállhat a... Igen. Mert a helikopter helyén is, ugye? Igen, amire rá se fér. Na, akkor itt van ez a nagy kórház rész. Ezt közösen építettük Olival. Ezt anya építette, ezt is anya építette, ezt én építettem, ezt is én építettem. Igen, itt van egy ilyen... Ide fel akartam tenni egy hospitál feliratot, de az túl nem lehet játszani. Nem lehetett játszani, igen. Ez egy beteg szoba. Igen. Itt fekszenek a betegek. Ezt a kis asztalt én terveztem, de fogalmam sincs, hogy micsoda. Hát valamilyen akárminek lehet. Ilyen kis csipogó, kis villogó. Igen, itt van valami, ez lehet valami műszer, amivel vizsgálják. Itt van ilyen. Vagy lehet, hogy üdítő. Vagy üdítő, vagy kis éjjeli szekrény, hát aminek használják. Éjjeli szekrény is rajta egy üdítő. Itt van kitéve a röggen után a röggenkép. Ez meg egy ilyen kis szék, ide ülhetnek a látogatók, vagy az orvos, ha vizsgálja a beteget. De. Akkor, meg is mutatjuk, így lehet lefeküdni, vagy fordítva.
így meg le lehet csücsülni, csak neki nagy a haja, és egy kicsit nehéz lecsücsönteni. Na mindegy, így lehet ott feküdni. És akkor itt van Dr. Oliver szobája, és nem tudom, hol van Dr. Oliver. Ott vagyok. Itt van Dr. Oliver. És ez itt az ő szobája. Van egy ilyen nagyon menő széke. Itt vizsgálják, és majd fölül, és itt fölül lámpa. Hol nem tűntem? Hogy volt egy kis lámpa? Igen, az leesett valahova. Ha már keresem, addig... Nem, mutass csak be nyugodtan a szobádat, hogy hogy néz ki. Jó, akkor itt van egy ilyen kis tárolóka, itt van szék. Ott vannak az orvosi műszereid, ugye? Igen, itt van egy kis szék. Itt van, itt van az inakció. Erről mutasd be, mert itt nem látják a kezed miatt. Itt van az inakció. Igen, mindjárt megmutatjuk. Ja. Csak egy kicsit nehéz betenni az inakciót. Mert itt kilóg az alja. Ha visszateszed, ráközelítek, és akkor úgy jobban látni fogják. Na, jó. Na, szóval ott van Olivier orvos asztalán az injekció. Igen, ott van már megtöltve, és itt van egy ilyen ultrahangkészülék, vagy hát nem is tudom, minek lehet használni, és akkor ide tud ülni. Ez mutatja ki a röggen. Ja, egy ilyen röggen, és ide ül az Olivier orvos. Az a. Igen, és mondjuk jön egy beteg, jön egy néni, aki ide fekszik, és akkor ott megvizsgálja Oliver orvos. Meg kell húzni a kart. Igen, ott van egy kis kar, és azt meghúzza, és megvizsgálja a nénit. Igen. Na, és akkor fönt... Egy beteg váró. Van egy váróterem. Itt várakozhatnak azok, akik vizsgálatra jöttek, és akkor a nővérke itt áll a pultnál, ugye? Igen. De be se fér állva a bácsi. Hát állva nem fér be, igen. De a kis akkor... jó szent, igen. Az igen, pont, hogy befér. Igen, és a nővérkének van itt olyan pultja. Igen. Van két szék is, ott fölveszi itt a... Itt egy billentyűzet. Igen, fölveszi a beteg adatokat. De miért van billentyűzet, ha nincs számítógép? Hát az olyan fura számítógép, inkább laptop. Azt én terveztem oda Olivernek. Szóval ez a váróterem. Ott van még egy másik szék. És akkor, ahol Oliver műteni szokott, azt is mindjárt megmutatjuk. Jön Oliver orvos is, és megműti a beteget. Itt van fent a műtő. Igen. Hol vagyok? Itt van Oliver orvos. Tudod. Itt egy kicsit fölemelem a kamerát, hogy jobban meg tudjuk mutatni. Na, mi van ebben a műtőben? Itt van egy kézmosó. Ha meg tudja egy pillanat, vigyázz! És akkor ha meg tudja mosni a kezét a műtétől, itt van egy injekció, ez mi anya? Ezt építetted. Hát, az olyan kis szekrény, amit magam se tudok, hogy micsoda. Lehet, hogy ezt szárító, megszeretjük utána a kezed, hát a kézmosás után. Igen, egy olyan szárító. Lehet, ott van benne az injekció, a csap. Ezzel az ágyon műtik meg az embereket. Igen, ott van valami altatógép. Azzal altatják el. Uh-huh. Ott ugye? És van ott egy olyan műtős lámpa. És amikor műtenek valakit, akkor odaáll Oliver orvos, és ott meg tudja műteni a paciens. Még egy kicsit fel is kell magaskodnia, mert magasan van a paciens. Én már jobb. Hát annyira nem azért.
és a megnyújtott páciens pedig lifttel visszamegy a kórterembe, és oda. Csinálni kéne liftet. Csak nincs olyan liftaim azok sajnos. Hát mert igen, az már. Esetleg Cernával, de az elszakadna. Igen, és akkor itt lábadozhat a beteg a műtét után. Szóval így néz ki a nagy kórház részünk. És itt már lejött a vakolat. Ott már lejött a vakolat, igen. Sajnos nem mindig tudjuk pontosan megoldani a dolgokat, és néha így egy kicsit ki kell más színnel is egészíteni. Ha itt ez fehér színű lett volna, akkor csak fehér, meg piros lenne itt a fal. Igen, igen. Na, mi így közösen Oliverrel tegnap ezt építettük a Legóból, és mivel elég sok Legó készlet van, így elhatároztuk, hogy próbálunk most mindent újraépíteni, és úgy játszani vele. De ezt inkább ne építsük újra, mert ez inkább a pokéna. Igen, olyan bonyolult autót azért nem építünk újra. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, majd hamarosan még szerintem a hétvégén jelentkezzünk újabb ilyen átalakítós videóval. Köszönjük, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!